Jó reggel kívánok, ez az ATV híradója 7:30. Napirenden kell tartani a halálbüntetés kérdését, mert szükség van az elrettentésre. Ezt a miniszterelnök mondta a kaposvári trafikgyilkosságok kapcsán Pécsett. Ami történt, az szerint elfogadhatatlan, és az ilyen cselekedet ellen teljes súllyal kell fellépni. Én azt gondolom, hogy bár azt hittük ezelőtt egy-két évvel, hogy a magyar büntetőjog jövőjéről szóló és a magyar bűnüldözés jövőjéről szóló viták végére pontot tettünk, hiszen bevezettük a három csapást és a tényleges életfogytiglant is, de úgy látom, hogy ezeknek a visszatartó ereje önmagában nem volt elegendő, ezért szerintem a halálbüntetés kérdését Magyarországon napirenden kell tartani, ezzel foglalkozni kell, és világossá kell tenni a bűnözők számára, hogy Magyarország semmitől sem riad vissza, hogyha arról van szó, hogy megvédjük a saját polgárainkat. A Fidesz frakció vezetője szerint legitim a halálbüntetésről szóló vita, mert erről a magyar társadalomnak nem volt módja dönteni. Rogán Antal az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy Magyarországon nem népszavazás, sőt nem is a parlament törölt el a halálbüntetést, hanem az Alkotmánybíróság. Rétvári Bence, a KDNP alelnöke azonban 3 évvel ezelőtt még úgy nyilatkozott, hogy hívő keresztény politikus nem támogathatja a halálbüntetést anélkül, hogy ne mondana ellent az egyház tanításának. A szocialisták szerint nincs szükség változtatásokra, azt mondják, a halálbüntetés helyett inkább a bűncselekmények megelőzésére fektetnének nagyobb hangsúlyt. A DK szerint a kormányfő erkölcsileg még mélyebbre süllyedt és újabb gesztust tett a Jobbiknak. Az Együtt úgy véli, hogy Orbán Viktor a kicsinyes politikai haszonszerzés érdekében jobbikosabb lett a Jobbiknál is. A PM pedig arra szólította fel a kormányfőt, hogy fejezze be a halálbüntetés visszaállításáról szóló cinikus játékát. Ha egy uniós tagország be akarja vezetni a halálbüntetést, az az unió elhagyását jelenti, mert az nem egyeztethető össze az unió eszményével. Ezt Bárándi Péter mondta az Egyenes beszédben. A volt igazságügyminiszter szerint ennek a célnak a hangoztatása lassú politikai öngyilkosságot jelent. Szerinte a trafikok fóliáit kell levenni, és nem a halálbüntetést visszahozni. Ha csak a halálbüntetés hatásosságát, hatásfokát nézzük, ez soha sehol nem sikerült bizonyítani, hogy lenne összefüggés. A bűnözés alakulása és a halálbüntetés léte vagy nem léte között. Nem a megoldás felé viszi a kormány a menekült kérdést, hanem értelmetlen indulatokat kelt, mondta a Startban Kerékbárci Szabolcs. A DK elnökségi tagja szerint Magyarország nem célország, nem vonzó célpont a bevándorlók számára. A politikus szerint az ügyben tervezett nemzeti konzultációnak ráadásul semmi értelme, hiszen a kormány céljai ellentétesek az Európai Unió szabályaival. Szerintem ebből a nemzeti konzultációból nem lesz semmi, és nem lehet semmi. Kipipálják, hogy elköltöttek 1 milliárd forintot, vagy nem tudom mennyi pénzt, irtózatos mennyiségű pénzt ezeknek a kérdőíveknek a kiküldésére. Ki tudja, hogy hogy dolgozzák föl, vagy sehogy. Valószínűleg nem fogják tudni, és nem is fogják földolgozni. Előre megvannak a habonyművekben írva már a válaszok, hogy mit fognak mondani. Pontosan tudják, hogy mi a forgatókönyv. Ez nem egy nyitott végű kérdőív kiküldés és megkérdezése a polgároknak. Ez komolytalan. Hiába csökken a személyi jövedelemadó mértéke 16-ról 15%-ra jövőre, a munkát terhelő adók és járulékok mértékét tekintve továbbra is az egyik legmohóbb állam marad a magyar, írja az m4.hu. A gazdasági portál számításai szerint a Varga Mihály által bejelentett adócsökkentéssel a 49%-os elvonás mindössze 48,25%-ra mérséklődik. Ezzel továbbra is az utolsó előtti helyen leszünk az uniós rangsorban. Nálunk csak Belgiumban vonnak el több pénzt az emberektől és vállalkozásoktól. Budapest belvárosában sem lehetnek nyitva a boltok vasárnap. A parlament elfogadta az erről szóló törvény második módosítását. A változtatás miatt a nyitvatartási idő is megváltozik, hétfőtől szombatig már hajnali 16:30-tól ki lehet nyitni a boltokat. A pékségek közül csak azok lehetnek nyitva vasárnap, amelyek tejet és pékárut is árulnak. A metró megállóban lévő üzletek nem nyithatnak ki. A törvény a kihirdetést követő napon lép életbe, tehát ha az államfő aláírja, hétvégén már a világörökségi területeken sem lehetnek nyitva boltok. Nem kívánok lemondani, válaszolt a híradón kérdésére Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Hangsúlyozta, hogy élvezi a miniszterelnök bizalmát, így a feladataira koncentrál.
Azt is állította, hogy amikor karcagi polgármester volt, nem tudta, hogy Dobrai Sándorné, a KUN Mediátor szökésben lévő ügyvezetője, az önkormányzat külsős tagja lett volna. Hírek vagy álhírek vagy vadkacsa jellegű kacsák repülnek fel, én nem akarok különösebben kommentálni semmit sem. Én teszem a dolgomat, miniszterelnök úr bizalmát élvezve, ezt tegnap több alkalommal is elmondta, a feladatainkra koncentrálunk. Már majdnem mindegyik magyar sikerült elérni Nepálban, ezt mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Négyen közülük sérültek, őket kórházban ápolják. Közben már meghaladta az 5000-et a szombati hatalmas erejű földrengés halálos áldozatainak a száma. A miniszterelnök szerint akár 10000 is lehet az áldozatok száma. Szinte kilátástalan a helyzete a nepáli fővárosban a túlélőknek, akik sátrakban, parkokban vagy éppen az utcán húzzák meg magukat. A segítség ugyanis késik a heves eső, az utórengések, a súlyosan rongálódott utak és a pénzhiány miatt. Nem tudunk hová menni, a lakóházak mind összeomlottak, gyerekek, idősnők kénytelenek a szabadban lakni, senki nem törődik velünk, panaszkodott egy fiatal nő. A sátrakban ráadásul nagy a zsúfoltság. Százan vagyunk itt az első naptól fogva, nincs sem élelmünk, sem vízünk, mondta egy másik túlélő. A civilek és katasztrófa elhárítók sokszor puszta kézzel kutatnak túlélők után. Katmandu központjában sikerült egy embert élve előhozni a törmelék alól. Itt a kínai mentőalakulatok bukkantak rá egy túlélőre, 62 órával a szombati, hatalmas erejű földrengés után. Csak nem másfél napba tellett, mire a felszínre hozták. A férfi lába beszorult, ennek ellenére jók az esélyei a túlélésre. Sokaknak nincs ilyen szerencséjük. Óráról órára nő a halottak száma. A holttesteket elégetik, hogy megakadályozzák a járványok kitörését. A nap 24 órájában égetjük a holttesteket a kormány utasításának megfelelően. A hadsereg adja a fát, mondta egy helyi lakos. A külügyminisztérium 4 magyar sérültről tud, őket kórházban ápolják, egy magyar-ausztrál állampolgár pedig hamarosan hazaindul. A többiek viszonylag jól vannak. A 42 térségben tartózkodó magyarból 41-el közvetlenül vagy áttételesen sikerült kapcsolatba kerülnünk, és csak egy magyar állampolgárról nincsen információnk, de annak alapján, hogy ő hol tartózkodik, valószínűleg ő is jól van. Mérhetetlen a pusztítás Katmandu központjában. Súlyosan megrongálódott vagy teljesen romba dőlt több, az UNESCO világörökségi listáján szereplő emlékmű, köztük több száz éves templomok. A Richter skála szerinti 7,9-es földmozgás, amit egy tibeti túlélő felvett, minden negyedik nepálit érinti, összesen 8 millió embert. Csak nem másfél millió embernek lenne szüksége sürgősen élelemre. A nepáli kormányfő szerint úgy mentenek, mint a háborús helyzet lenne, de nincs elég felszerelés, sem szakember. Ismét zavargások voltak éjjel az Egyesült Államok beli Baltimore-ban. A rohamrendőrség füstgránátokat, paprikasprét és gumilövedékeket vetett be a több száz tüntető ellen, akik dacoltak a helyi idő szerint kedd este 10 órakor életbe lépett kijárási tilalommal. A tüntetők üvegpalackokkal dobálták meg a rohamrendőröket, és visszahaigálták közéjük a füstgránátokat. Közben rendőrségi helikopterek jelentek meg a város nyugati része felett, és távozásra szólították fel az összegyűlteket. Sérültekről és letartóztatásokról egyelőre nem érkeztek hírek. Hírügynökségi jelentések szerint a város többi részén betartják a kijárási tilalmat. Kisiklott egy személyvonat a vihar miatt. A Barcsról Pécsre közlekedő szerelvény Szentdénes közelében egy a vasúti pályára dőlt fának rohant és lefutott a sinekről. A vonaton nem sérült meg senki. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatunk a fővárosi utakon. Jönnek a közlekedési hírek. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőit. Munkatársaim a város egész területéről közepesen erős forgalmat jelentettek. Sávlezítés a Könyves-Kálmán körúton, április 27-től. A Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé vezető úton, az Elnök utcánál letárták a középső sávot. A Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcától lassú az előrejutás. A nagy futamében ma éjféltől, május 2-án 18 óráig, a nagy futam előkészületei miatt már szerdától forgalomkorlátozásra kell számítani. Eddés 29-én, azaz ma, bezárják a Lánchíd utcát rendezvény előkészületei miatt, szombaton 18 óráig. A 86-os autóbusz és a 17-es különös pótlóbusz perelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Várkert bazár megállót.
Április 29-én, azaz ma, 22 órától 30-án csütörtökön 4 óra 30-ig, majd május 1-én, pénteken 22 órától 2-án, szombaton 4 óra 30-ig lezárják a budai alsó rakpartot, a Halász utca és a Várkert rakpart döbbentei tér között. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és esetmentes közlekedést kívánok, viszontlátásra! És eddig a híradó hírei, most újra Start, folytatódik a Start Mészáros Antóniával. Szervusz Antónia, milyen témában folytatjátok? Szervusz Géza, folytatunk egy témát, és a Nemzeti Parkok földjéről van szó. Itt volt az agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkár, vele már megbeszéltük mindezt, most a Természetvédők Szövetségének elnökével fogjuk mindjárt folytatni ugyanezt. Ők egyébként más szervezetekkel együtt az Alkotmánybírósághoz szeretnének fordulni, mert hogy alaptörvényellenesnek tartják ezt a törvényt és ezt a törvénymódosítást. Aztán itt lesz a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, Ferenc Orsolya, akivel beszélni fogunk arról, hogy mi történt a 8. kerületben ebben a témában az elmúlt időszakban, és hogy mi következik a nemrég elfogadott új drogstratégiából. A Start Plus vendégeként pedig itt lesz Gerő András, történész, akivel beszélni fogunk a szélső jobb oldal előretöréséről. Maradjanak velünk! Köszönjük szépen, érdemes lesz tehát nézni a Startot egészen 8.40-ig, de utána is maradjanak velünk, mert akkor viszont fórum lesz, Vicsek Ferenccel elmondhatják a véleményüket. Én pedig búcsúzom, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!